Üdvözöllek! Korábban a videótanfolyamon volt már arról szó, hogy mi ez a VPN, milyen problémákra jelent megoldást, mikor célszerű használni. Hogy ezekkel nem lennél még tisztában, akkor itt rákeresel a videótanfolyamon arra, hogy VPN, és akkor itt van VPN, mi az, mire jó. Akkor javaslom, hogy nézd meg ezt a videót, és akkor teljesen képbe kerülsz ezzel a kapcsolatban. Ebben a videóban megnézzük, hogy mi ez a VPN, illetve nézzünk rá egy példát is, egy ingyenes példát, azonban az a probléma, amit megnézünk ebben a videóban, azzal, hogy nem korlátlan. És ez tipikus is a VPN szolgáltatók körében, tehát egy bizonyos letöltött adatmennyiség, vagy éppen feltöltött adatmennyiség korlátlan. Ez nem szokott olyan nagyon sok lenni, pár száz megabájt, esetleg 1-2 gigabájt havonta. Tehát közel sem korlátlan, az ingyenes. Amit viszont most megnézünk, az korlátlan mennyiségben ingyenes, legalábbis jelenleg még. Ezt számunkra az Opera biztosítja, az Opera böngésző, ami a jelenlegi verziója, illetve már egy ideje legbelül a Chrome-mal egyezik, meg a Google Chrome-mal. Tehát aki a Google Chrome-ot használta, annak az oldalak megjelenítésével kapcsolatban nem igen lesz problémája. Meg igazából az Opera eléggé hasonlít a Chrome-ra. Tehát a lényeg az, hogy aki eddig Chrome-ot használt, annak valószínűleg az Opera is megfelelő, de nem kell ezt használni állandóan, csak akkor, amikor a VPN-t szeretnéd használni. Szóval itt le lehet tölteni ezen a címen, letöltés most, és akkor fel kellene telepíteni, majd elindítani. Ezeket én megtettem, mert a telepítés nagyon egyszerű. Ahhoz, hogy a VPN-t használni lehessen, kattintsunk ide a menüre, és akkor beállítások. A legegyszerűbb, hogyha rákeresünk arra, hogy VPN. Itt van VPN engedélyezés, ezt jelöljük be, és ennyi igazából, itt meg is jelent, mint az látható. Most akkor visszamegyek ide a Google-be, kattintsunk erre a VPN gombra. Látható, most be van kapcsolva, nem lenne bekapcsolva, akkor ezzel be lehet kapcsolni. Itt az adatforgalom ebben a hónapban, korlátlan VPN adatforgalommal rendelkezik. Hát jelenleg nincsen korlátozva, hogy mennyit használhatjuk havonta. Virtuális hely. Itt megadhatunk egy valamilyen helyet, és akkor az adott weboldalak azt fogják látni, hogy például mi Kanadában vagyunk, vagy például az Egyesült Államokban legyen most akkor ez. Meg is kaptuk az IP címet, megváltozott az eredetihez képest. Ha most beírjuk ide a böngészőbe, a keresőbe, hogy IP címem, első találat, ipcim.com.hu. És itt még nem látszik, hogy hol vagyunk virtuálisan, de ide kattintunk, hogy itt vagy az IP címet szerint, akkor látható, hogy ország Egyesült Államok. Tehát mi virtuálisan máshol vagyunk a különféle weboldalaknak legalábbis. Tehát amikor megnyitunk egy weboldalt, akkor az adott weboldal számára mi most az Egyesült Államokban vagyunk. Ezzel meg tudjuk kerülni a különféle korlátozásokat. Tehát, hogyha például egy weboldal csak az Egyesült Államokból érkező látogatóknak szeretné engedni a weboldal megjelenítését, akkor azt ezzel meg tudjuk kerülni. Meg hát a VPN használatának vannak egyéb előnyei, ezt itt az említett videóban elég részletesen megnéztük, hogy most erre nem is térnék ki. A másik dolog, hogy itt menüben van az, hogy új privát ablak. A privát böngészés azt jelenti, hogy amit mi elkövetünk ebben a privát ablakban, annak semmiféle nyoma nem marad az adott számítógépen. Illetve, hogyha VPN-t is bekapcsoljuk egyúttal, hát most olyan kapcsolva, mint látható, akkor a különféle weboldalakon sem marad nyoma a mi tevékenységünknek, valamint a különféle korlátozásokat is meg tudjuk ezáltal kerülni. Tehát sem a saját számítógépünkön, sem más weboldalakon nem marad nyoma a tevékenységünknek ezáltal. És hát tulajdonképpen ez így ennyi, ezt bármikor ki tudjuk kapcsolni, kattintunk a VPN gombra, és akkor ki ennyi tulajdonképpen. Itt is ki tudjuk kapcsolni, így. És akkor innentől kezdve a mi normál IP címünk fog látszódni, és most már Magyarországon vagyunk, tehát az olyan weboldalakat nem tudjuk megtekinteni például, amelyek csak az Egyesült Államokból érkező látogatók számára engedélyezik az elérését az adott weboldalnak. Hát ez ilyen módon használható. Természetesen nem kell folyamatosan ettől függetlenül az Operát használni, csak akkor, amikor éppen szükséged van a VPN-re.